Márai Sándor az egyik legkülönösebb a 20. századi magyar írók között. Már a 30-as években korának egyik legelismertebb írója volt. Amikor azonban 1948-ban elhagyta az országot, következetesen kiiktatták műveit a hazai irodalmi életből, és haláláig a nevét is alig ejtették ki. Ennek nem csak emigráns léte és bolsevizmus ellenessége volt az oka, hanem az is, hogy ő volt a magyar polgárság irodalmi képviselője. Márai azonban a klasszikus polgári eszményeknél értékesebbet nem talált, így kötelességének tartotta, hogy ezeknek adjon hangot műveiben. Az 1980-as években már lehetővé válhatott volna munkáinak hazai kiadása, de ő megfogadta, hogy amíg Magyarországon megszálló csapatok tartózkodnak, s nem lesz demokratikus választás, addig semminek a kiadásához és előadásához nem járul hozzá. Életműsorozatának újrakiadása halála után 1990-ben indult el. A Bencsvillában megrendezett estet Márai 2018-ban megjelent naplójának részleteiből állította össze a szerkesztő. Ez a napló megrendítő dokumentuma Márai utolsó néhány esztendejének. Nem csak azért, mert egy idősödő, öregedő író saját magával való vívódását tükrözi, hanem feleségének betegségét, halálát és saját közelgő halálát is megírja ebben, ugye ebben a könyvben. Az író Márai szerepét Horváth László Attila alakította. Az utolsó végnapjairól szól, éppen napló jegyzeteiből olvasunk fel, és nagyon komoly dolgokról beszél ott már, ami megrázó, és koromnál fogva ezzel lassan szépen szembe kell nézni. És engem elbűvöl mindig. Fantasztikus író. Márai feleségét, Lolát, Horváth Réka keltette életre, aki nem csak a színpadon, hanem az életben is Horváth László Attila felesége. Közel áll hozzám nagyon. Valahogy azt hiszem leginkább ez a fajta hűség a férjéhez. Ezt nagyon, nagyon értem, ezt az igazi, ugye úgy fogalmazzák ők, hogy közösség, egy igazi közösségben élnek ketten, és ugye az ember ritkán él közösségben. És ez hozzám nagyon közel áll. Szerintem Lackóval a házasságunk is egy igazi közösség, úgyhogy ebben biztos nagy a találkozás, a párhuzam. Március 12-én Szilágyi Szilárddal estjére várják a közönséget, március 19-én pedig Gáspár Tibor színművésszel találkozhatnak a Bencsvilla vendégei.